Szeretettel köszöntök mindenkit, én Pernacki László vagyok, itt a Újpesti Lehet Más a Politika csapatnak az egyik őskövülete és alapító tagja, illetve önkormányzati képviselő. És át is adom a szót mindjárt Rákosi Juditnak, aki úgy szintén, aki már itt látott mondjuk választási plakátokat, ismerős lehet az arca, mert Judit is régi, hát nem is tudom, talán kezdetek óta harcostárs itt Újpesten. És külön köszöntöm körünkben Gémesi Györgyöt, aki elfogadta meghívásunkat. Annyiból különleges a történet, hogy ha jól tudom, így az LMP új kezdeti ilyen lakossági fórumban, talán ez a legelső, remélhetőleg egy hosszú sorozatban ilyen lakosságit, mert hogy ugye volt már konferencia, kongresszus, volt már sajtótájékoztató, meg ilyen zárt körű esemény, de lakossági fórum az ez lesz az első. És akkor most talán, hogy így magasan indítsuk ezért, akkor Kanász Nagy Mátét úgy mutatom be, mint a Lehet Más a Politika 2018-as, 11-es, tehát újpesti és kicsit angyalföldi körzetének a Lehet Más a Politika jelöltjétként mutatom be Mátét. Az lenne a kérésem, hogy akinek esetleg így mobiltelefonja ilyen csörgősre van állítva, az még most némítsa le, nem kell kikapcsolni, látható, hogy készülék, vagy videófelvétel is készül, illetve majd fotózgatunk is, de hogy azért ne csörömpötyöljenek a telefonok. És az a terv, hogy 7:30-ig lesz maga ez a beszélgetés, már csak annál is inkább, mert Gémesi úrnak akkor majd el kell menni az ATV-be. Ne rohanjatok el sehova, vagy rohanjanak el sehova, mert mi még itt maradunk, lehet beszélgetni még egy kicsit Mátéval. Nagyjából 8 óráig terveztük egyébként a beszélgetést, az expozé után pedig lehet kérdezni, gyűjtsék a gondolataikat. Mivel itt ilyen hangfelvétel, illetve nagy a terem, majd arra kérnék esetleg, hogy aki szeretne, az lehetőleg így mikrofonba, vagy nem tudom, így beszéljünk. Jó? Rákosi Juditnak akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszöntöm külön az Új Kezdet tévéstábját. Ezt a felvételt egyenes adásban lehet látni az újkezdet.hu weblapon. Nagyon örülök Gémesi Györgynek, és tegeződni fogunk természetesen, egyrészt mert pont egyidősek vagyunk, másrészt harcostársok leszünk. Mátéval pedig már lassan 10 éve koptatjuk az LMP iskolapadját. Azzal kezdeném az ismertetést, hogy Gémesi György egy nagyon régi motoros. A rendszerváltás óta politizál, nem csak hogy Gödöllő polgármestere, de az MDF egyik vezetője is volt. Rendkívül sok tapasztalata van a párt életről és a pártok működéséről. Máté viszont egy teljesen fiatal, a rendszerváltáskor még óvodás volt, tehát ő 20 éves korában kezdőként csöppent bele a politikába, és reményeink szerint ő is profi politikussá fog válni. Szeretném megkérni Gémesi Györgyöt, hogy egy picit foglalja össze ezt az elmúlt 20-25 év küzdelmét Gödöllőn és a magyar pártpolitikában, és aztán Mátétól ugyanezt kérdezem, hogy mi szél fújt téged a politikába? Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök, és szeretettel köszöntöm az UK.hu ezt az eseményt követő nézőit is. Önök feltetően láttak már ilyen közvetítést, minden héten szerdán 5 órakor egy beszélgetést bonyolítunk le egy órán keresztül, amire előre kérdéseket lehet föltenni, előre megmondjuk a témákat, és akkor olyanok jönnek új kezdetből. Egyébként Ungár Péter is volt, azt hiszem 2 héttel ezelőtt a vendégem, és egy picit az aktuál politikai kérdéseket fejtjük ki, és a mai szerda, ugyan egy órával később, de akkor itt kerül most lebonyolításra, és feltétlenül ezt azért ennél a kis teremnél, ami egyébként nagyon értékes közönség, akik eljöttek helyszínre, jóval többen tudják követni. 25 év azért az sok, tehát, és az annál picit több, mert nem 25, hanem 28-at kezdem. Én 88-89 magasságában kezdtem politikával foglalkozni. Annyit kell tudniuk, hogy én korábban abszolút nem foglalkoztam ezzel, és nem is akartam a politika közelébe sem menni. Elég volt nekem a saját hivatásom, én orvos vagyok, sebész-orvos, és a sport, ahol ki tudtam élni magamat. Nagyon sokáig vívtam, 30 évet voltam a Páston, és ma is közel vagyok a sportágamhoz, meg a sporthoz, sportvezetőként. Tehát én nagyon örültem, hogy itt ezekben a
mezőkben tudom az életemet bonyolítani, de aztán megérintett a változás szele 1990-ben. Itt feltettően sokan emlékeznek azokra az időkre, és akkor az MBF közelébe keveredtem. Egész egyszerűen azért, mert 89-ben volt egy időközi választás, Rosszik Gábor, talán idősebbek emlékeznek a nevére, aki akkor még kicsit ilyen gyújtó erővel rendelkezett a rendszerváltoztatás előestéjén, és akkor az a kör, Antal József és az ő környezete nekem nagyon szimpatikus volt, és úgy belebonyolódtam. Nem is akartam polgármester lenni, aztán valahogy úgy keveredett a dolog, hogy nagyon jó társaság jött össze Gödöllőn az MDF környezetében, és akkor még a testület választotta a polgármestert, kétharmaddal nyertünk, 1990-ben akkor már MDF az őszi választásokban taxisblokád, pizsamás interjú, feltétlenül emlékeznek erre, akkor már leszálló ágban volt, hiszen volt egy nagyon komoly támadás az akkori Fidesz és az SZDSZ szervezésében, ami a taxis blokkádban kulminált, de mi akkor is nyertünk ott előtte néhány nappal, kétharmaddal Gödöllőn, és akkor úgy maradt, hogy én egy 4 évig ezt a polgármesterséget vállalom, aztán utána itt maradtam. Ennyi a történet lényege. Nagyon sok minden történt ez alatt. Voltam 8 évig országgyűlési képviselő, 98 és 2006 között az MDF frakciójában ültem. Az egyik 98-ban a Fidesz-szel indultunk együtt külön listán, közös jelölt voltam, 2002 után pedig önállóan indult az MDF, nem, bocsánat, közösen indult az MDF a Fidesz-szel, és közös jelöltként kerültem a parlamentbe, 2006-ban pedig néhány szavazattal elvesztettem a választást, akkor már egy nagyon komoly konfliktus volt a Fidesz és az MDF között, feltétlenül emlékeznek, és én akkor, és ez az nagyon fontos, ez történelmi tény, amellé tettem le a voksomat, hogy akkor még volt 2 forduló, hogy a második fordulóban a rosszabb jelöltnek, legyen az fideszes vagy MDF-es, vissza kell lépni a Jobbik javára. Szerintem már nem a Jobbik javára, még párt ma már, hanem a jobb jelölt, a jobb eredménnyel végzett javára. Én akkor ezzel nem voltam egyetértésben Dávid Ibolyával, és mivel ki is álltam a Fidesz mellett, és vezettem 12%-kal, az első fordulóban néhány szavazattal maradtam le, csak hogy az 50% meglegyen, majd a második fordulóban újra lemaradtam néhány szavazattal, hogy bekerüljek a parlamentbe. Egyébként ma már nem bánom, mert abban a frakcióban nem szívesen ültem volna, ott azért nagyon sok minden történt, ami nekem már nem volt szimpatikus, és a Jóisten elrendezte a dolgot, nagyon jól visszataláltam az önkormányzatok világába, jól éreztem magam polgármesterként, és teljes erő mert Gödöllőre koncentráltam, és feltétlenül emlékeznek a 2011-es EU elnökségre, aminek Gödöllő volt a egyik legnagyobb központja. Ugyanakkor már a Fidesz 2010 után engem nem nagyon akart polgármesternek, mert elég erősen dolgoztak azon, hogy a 2010-es önkati választáson Gödöllő az Fidesz kézbe kerüljön, de ez nyilván nem sikerült. Az egyességek, korábbi egyességek ellenére zárójel bezárva, de a lényeg az, hogy nagyon sokat tudtam a városon lendíteni, és aztán ennek egyik nagyon szép állomása volt az Európai Uniós Elnökség a Gödöllői Királyi Kastélyban. Nagyon sok minden más lehetne mondani, akkor még pár mondattal azt, hogy én most miért vagyok itt, hiszen mögöttem elég sok minden van, ahogy mondtad. Ha megengedi, ez majd egy következő kérdés lesz. Mátét mutassuk be, hogy kerül a politikába egy 20 éves fiatalember? Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy eljöttek. Nekem valahogy a gimnázium környékén jött ez a gondolatom, hogy a politikával szeretnék foglalkozni, azonban akkor még nem kimondottan a nagy politikával vagy pártpolitikával, hanem én tudatosan választottam a szociálpolitika szakot az egyetemen, az ELTE-re jártam, mert tényleg a társadalommal, a társadalmi egyenlőtlenségekkel, igazságtalanságokkal szerettem volna foglalkozni, ezeken változtatni. És az egyetem utolsó éveiben történt, hogy jött az LMP, megalakult az LMP. Akkor még inkább beengedtek politikusokat, akár ellenzéki, akár kormánypárti politikusokat az egyetemekre, mert az lehet egy teljesen normális dolog, hogy tanórán kívül különböző fórumokat tartanak fiataloknak, egyetemistáknak. És volt egy óránk, ahova eljött a Ivádi Gábor, korábbi politikusunk, ahol kicsit közelebbi kapcsolatba kerültem az LMP-vel. És hát én 2010-ben diplomáztam, és akkor igazából itt elég komolyan beindultak a folyamatok, és bekerültem a pártba.
Az is közrejátszott, hogy azért az LMP-nek nagyon sok forrása van igazából, hogy honnan alakult. Tehát nem csak a zöld mozgalmak jelentették a kiinduló alapját, hanem akár egy egyetemi közeg, mondjuk az ELTE társadalomtudományi kara, egy-két oktató is szimpatizált az LMP-vel, vagy akár benne volt valahogy az LMP alakításában. Tehát megvolt ez a közeg, ahonnan én is bekerülhettem. De hogy tulajdonképpen konkrétan bekerültem a pártba, az talán egy véletlennek volt köszönhető. Itt van körünkben Pósa András is, aki az újpesti palotai szervezetünknek a vezetője. Én belejártam egyetemre, vagy hát évfolyam társam volt, illetve egy-két évvel fölöttem járt, de ő volt az a személyes kapcsolat, aki konkrétan aztán behozott a pártba. És 2010-ben aztán a választások, illetve az önkormányzati választások nagyon elkaptak engem is, itt beindult mindenféle folyamat, és elég közel kerültem a párthoz. De azért is, mert én nem titok, hogy már hosszú évek óta a frakció mellett dolgozom. Tehát én kezdetben úgymond a háttérben voltam, itt Újpesten indultam a önkormányzati választásokon, de a frakció mellett dolgoztam szociális, illetve később oktatási területen, és ez mind a mai napig megvan még. De az, hogy úgymond a háttérből kicsit az előtér felé mozdultam el, vagy hogy a nyilvánosságban is megjelenek, az annak volt köszönhető, hogy itt 14-ben volt egy időközi választás, 14 novemberében országgyűlési időközi választás, ahol hát valahogy itt az újpesti szervezet engem belökött a mély vízbe, és engem tiszteltek meg azzal a bizalommal, hogy én induljak el itt LMP-sként. És akkori támogatottságunkhoz képest egyébként elég jó eredményt értünk el, mert ha nem is sokkal, de 5% fölött szerepeltünk időközi választáson. Sajnos ezt azóta sem sikerült LMP-snek elérnie. Most országgyűlési időközi választásról beszélünk, de most már egy sokkal jobb helyzetben vagyunk, úgyhogy a jövő évi választásokon biztos, hogy sokkal jobb eredményt fogunk elérni. És a párton belül először ifjúsági szakszóvívő lettem 2015-ben, majd idén nyártól a pártnak vagyok a szóvívője, illetve hát úgy néz ki, hogy itt az újpesti egyéni körzetbe fogok ismét indulni képviselőjelöltként. Lassan 9 éves múltál az LMP mögött, és idáig minden akadályt sikeresen vettünk, tehát elsőnek bejutottunk a parlamentbe, aztán a második körben 2014-ben is, és azt gondolom, hogy jövőre sem lesz ez másként. Az Új Kezdet párt elnöke, Gémesi György azonban idén, tehát 2017. március 15-én alapította meg a pártját, tehát egy nagyon friss formációról van szó. Szeretném megkérdezni, hogy miért alakult meg ez a párt, és hogy kötöttek ki ott, hogy most egymás mellett ülünk az asztalnál, együtt fogunk indulni a parlamenti választásokon, és miért ránk esett a választása? Gyakorlatilag a folytatás, amiről akartam beszélni az előbb, az most aktuális, hiszen nyilván nem arra gondoltam 2010-ben, amikor az önkötti választásokon újra elindultam, hogy újra visszajövök az országos politikába, de nem akarom részletezni azokat a körülményeket és azt a helyzetet, amiben Magyarország van, és ami egyre inkább azt erősítette meg bennem, hogy megteheti ma Magyarországon valaki, hogyha van felkészültsége abban, hogy valamit tudjon tenni az ellen, azok ellen a folyamatok ellen, ami Magyarországon van, akkor azt megtegye. A válasz nyilván az, hogy nem teheti meg, hogy ne tegyen ellene, és akkor gondolkodtunk többen azon, akik velem vannak, közülön az én környezetemben, hogy mi a módja annak, hogy bele tudjunk ebbe a folyamatba szólni. És akkor még úgy gondoltam, hogy van létjogosultsága egy új politikai erőnek, hiszen ma a Fidesz nem jobboldali párt, a Fidesz egy bolsevik típusú, nem ez egy nemzeti propagandát folytatók, és egy populista párt, tehát propagandapárt, inkább ez így jobb, populista is, de propagandapárt, ez így jobb. Régen eltávolodott azoktól az alapértékektől, ahonnan indult, onnan már egyébként is eltávolodott, hiszen fordult 180 fokot, hiszen egy liberális pártról, egy masszívan liberális pártról van szó, 92-ben emlékeznek cápa látogatást, Mici Sapkás, Címer, Trianonról való kivonulás és a többi, és most pedig még más irányba ment el. Tehát ez messze nem az az értékrend, ami számomra elfogadható, ha valaki azt mondja, hogy jobboldali párt, bár hogy mi a jobboldali és mi a baloldali, ezzel nyilván lehet vitatkozni, mert a tisztesség, a becsület, vagy a felkészültség, a szakmaiság az nem jobb és baloldali érték.
és ugyanígy korrupció, vagy tisztességtelenség, vagy bestelenség jobb és bal oldalon is van. Egész más világ van ma, mint 1990-ben, tehát ez a klasszikus jobb-baloldal felosztás, ez azért már régen nem az, különösen a következő generáció fejében, mint amikor mi 90-ben vagy 89-ben elindultunk, akkor itt voltak még a oroszok, illetve a szovjet hadsereg, előttünk volt 40 év, és a többi, és a többi, és akkor volt ilyen helyezkedési, illetve tájékozódási pont. Ma már ez egészen másképp van. És a lényege a dolognak az, hogy elindítottunk egy civil mozgalmat, ez a józanész forradalma. Ezt 2015-ben indítottuk el, hogy van-e igény arra, hogy valami nemzeti minimumot fogalmazzunk meg, amiben egyet lehet érteni. Az igény meg volt rá, ki is titráltuk azokat a kérdéseket, amik a leglényegesebbek voltak. Ebből született meg a józanész forradalmának 12 pontja, amit idén március 15-én fel is olvastam, és annak kapcsán jelentettük be, hogy ennek megvalósítása érdekében egy új politikai erő formáció jön létre, ezt hívják új kezdetnek, és ami egyébként a politikai palettán jobb oldalra helyezi magát a klasszikus felosztásban, a centrumhoz közel jobb oldalra, de messze nem csak azokat a választókat kívánja megszólítani, akik most klasszikusan jobb vagy baloldaliak, mindenkit, aki nyitott arra, hogy egy új politikai erő lendület kerüljön be ebbe a mai ellenzéki világba, és most nem összességében egyébként az az ellenzéki mozgalom, az az ellenzéki eredménytelenség, ami van, az is sarkalt arra, hogy valamit mindenképpen tenni kell ezen az oldalon, mert azért, hogy 7,5 év óta nem született semmiféle normális politikai kompromisszum azon az oldalon, ahol uralta a baloldal a helyet, a korábbi baloldal vezető pártja, az egész egyszerűen elképesztő. Ez az egy dolog, hogy miként találtunk az LMP-re. Az elmúlt fél év során világosan látni kellett azt, hogy a mostani a kiinduláshoz képest is rosszabb médiahelyzetben, hiszen most már a megyei lapok is ott vannak a kormánypártok gazdasági érdekeltségi körében, a regionális rádiók, a helyi televíziók nagy része. Tehát egy nagyon komoly kommunikációs blokkád van tulajdonképpen a lehetőségek területén. Megszületett a civil törvény, a plakát törvény, határon kívüli szavazatokat kilóra vásárolják, tehát a helyzet sokkal, de sokkal rosszabb, mint volt. Nem tudtunk olyan a terveinkhez képest olyan tempóban haladni, hogy szerettünk volna, viszont ezt a kezdeményezést nem szerettük volna otthagyni az asztalon. Ugyan jönnek majd önkormányzati választások, de mégiscsak valamilyen formában, azzal az erőtérrel, amit kialakítottunk fél év alatt, valamilyen formában valahova betársulni, és valóban komoly együttműködési megállapodást kötni. Ebben nem jöhettek szóba azok, akik megkoptak a korábbi politikai, kormányzati pozíciókban, ugye ezek elég világos következményekkel járnak. Most is látjuk annak az eredményét, nem jöhettek szóba azok, akik szélsőségességet, antiszemita, rasszista megnyilvánulásokkal vannak tele, vagy legalábbis kötődnek hozzájuk erősen, és akkor nagyon pici mozgástér maradt. Itt maradt az LMP, amelyik szimpatikus, sok ismerősöm is volt ott. A mozgásaiban ők is meg tudtak maradni tisztán az elmúlt politikai 9-10 esztendőben, és gondoltuk, hogy ebben az együttműködésben kezdjünk el beszélgetni. Egyébként korábban is beszélgettem, háttérbeszélgetéseket szoktam folytatni vezető politikusokkal, így Hatházi Ákossal is folytattam, nem együttműködésre, egyáltalán arról, hogy képzeljük el a jelentést, a jövőt. Az sem titok, hogy a Momentum irányába is volt kezdeményezés, két tárgyaláson voltunk túl, és a második alkalommal elég világosan kinyilvánított a Momentum, hogy nem akar velünk együttműködni, illetve ő önállóan próbálkozik, ez teljesen természetesen tiszteletben tartató. És hát szerintem az elmúlt hetek, most már nem azt mondom, hogy nagyon sok hónap nincs mögöttünk az együttműködés nyitottabb felületein, de szerintem termékenyek voltak, és nem arról szól a történet, hogy ki kicsoda, meg ki kit akar lenyomni, ki milyen pozícióba szeretne kerülni, hanem az, hogy lehet összehozni egy valóban reális megállapodást. Először egyébként az elmúlt 7,5 esztendőben, aminek vannak eredményei, aminek vannak következményei, amire lehet építkezni, és ami egy versenyképes politikai erőt tud felmutatni, alternatív erőt itt a következő választási küzdelemben.
Máténak van tapasztalata már, hiszen a 2014-es választásokon sem egyedül indult az LMP, nem tudom, hogy önök mennyire emlékeznek rá, akkor is a 4K, tehát a negyedik köztársaság párttal választási együttműködést kötöttünk, és így indultunk. Máté, te hogyan látod? Van-e annak haszna, értelme, szükséges-e, jó-e nekünk az LMP-nek, hogy egy új párttal közösen indulunk? Segíti ez a szavazókat a tájékozódásban? Jót tesz-e az országnak? Elegen leszünk-e mi ketten ebben a pártszövetségben? Igen. Egyértelműen jót tesz, és erre kell törekedni, csak kicsit visszamennénk még az időben. Nem tudom, mennyire emlékeznek arra, hogy 2011-12 környékén is voltak új kezdeményezések, új szervezetek, akkor a Milla és a Szolidaritás volt, illetve a 4K is ide datálható, hogy létrejött, akikkel az LMP már akkor kereste a kapcsolatot, valamilyen formát, beszélgetések folytak. És nyilván a politika egy olyan irányt vett, utólag tudjuk, hogy ezek a szervezetek a későbbi 2014-es összefogásba ugye belementek, átalakulva, együtt, stb. Különböző formájában. Az LMP-re sokszor rá szokták húzni, rá akarják húzni, hogy mi egy bezárkózó párt vagyunk, sündisznó politikát folytatunk, senkivel nem akarunk megegyezni, szövetséget kötni, közösen indulni. Ez egyáltalán nem így van. Csak azt kell látni, hogy a mi célunk nem pusztán a kormányváltás, nem pusztán Orbán Viktornak a megbuktatása, hanem egy új korszaknak az elhozása. Az LMP 2009-ben alakult, 2008-ban már folytak erről a beszélgetések, már ugye nagyon keményen benne voltunk a Gyurcsány, illetve később Bajnai kormányok idejébe, és hát az LMP ezen kormányok ellen alakult. Nekik próbált egy alternatívát mutatni. 2010-ben még mi se tudtuk, hogy ebből a Fidesz hatalom átvételből mi lesz. Tehát mi akár az MSZP-nek, akár a Fidesznek szeretnénk alternatívát mutatni, és azt a korszakot, ami az elmúlt 27-30 évet jellemzi, ezt végre meghaladni, magunk mögött tudni, és egy teljesen új korszakot nyitni. És mi ehhez keressük a partnereket. És amikor például arról beszélünk, hogy 2010 után is jöttek létre pártok, vannak új kezdeményezések 2010 után is, hogy akkor legalább miért nem velük fogunk össze, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy igen, csak hogy amíg ezek a kezdeményezések továbbra is valamiféle baloldali összefogásba keresik a saját útjukat, és minket is ebbe az összefogásba akarnak bevinni, addig nyilvánvalóan ezt a konstrukciót nem tudjuk elfogadni. Mert azt látni kell, hogy egy bármilyen együttműködési összefogási konstrukcióban a régmúlt szereplői MSZP-s, DK-s erők, vezető politikusok megjelennek, akkor az biztos bukásra van ítélve. Tetszik, nem tetszik, ez a társadalmi realitás, hogy ahol ezek a politikusok megjelennek, az a konstrukció nem lesz működőképes. És igazából innen azért elég szűk a mezőny, hogy kivel lehet együttműködni, és ezért is nagyon örültünk annak, hogy az új kezdet megjelent, és az új kezdettel lehet. Most vagyunk túl a programalkotáson, a hétvégi kongresszusunk, most hétvégén tartjuk az LMP 45. kongresszusát, el fogja fogadni az LMP programját, ami egy közös program lesz, és itt a programalkotás során is kijött az, hogy gyakorlatilag a nézeteink, a fő politikáink 80-90-95%-ban megegyeznek. Nyilván nem 100%-ban, hiszen nem ugyanaz a párt vagyunk, de nagyon könnyen össze tudtuk csiszolni a nézeteinket. És valóban a kormányváltásnak ez lesz az útja, hogyha új erők jelennek meg, és új erőket sikerül bevonni, már csak azért is, mert hát a jelenleg a kormányváltáshoz azért sok százezer szavazó hiányzik. Tehát a Fidesz-KDNP-nek még mindig óriási támogatottsága van, lehet, hogy csalnak a közvéleménykutatások, de egy komoly többséget tudnak még mindig felmutatni, és ahhoz, hogy ezt a többséget meghaladjuk egy még nagyobb többséggel, ahhoz új szavazókat kell bevonni. Sok százezer szavazóra szükség van, olyan szavazókra, akiket a jelenlegi pártok vagy a jelenlegi konstrukciók nem tudnak megszólítani. Akiket a régi baloldali pártok nem tudnak megszólítani. És ránk vár ez a feladat, és nekünk van erre lehetőségünk, hogy őket megszólítsuk. Minél sikeresebb a mi együttműködésünk is, és ki tudja, hogy a jövőben ez az együttműködés még kikkel tud esetleg bővülni, akik szintén a korszakváltásban érdekeltek, akkor igenis ezeket a szavazókat is meg lehet szólítani, és egy olyan többséget kovácsolni, amivel leváltható Orbán Viktor kormányzása.
És még egyszer, nem csak a kormányzással, hanem ezt az egész 27-30 éves korszakot végre magunk mögött tudnánk hagyni. Gémessé úr, illetve György, mert ugye tegeződünk, szerinted lehet most egy új rendszerváltás? Tehát megtörténhet az, amiben én azt gondolom több millió ember bízik és hisz, hogy egy olyan erő föláll akár velünk, és csatlakoznak hozzánk a szavazók milliói, mert hát tegyük hozzá, erre szükség van. Megtörténhet ez a csoda? Nem biztos, hogy csodának kell nevezni, dolgozni kell rajta, és akkor megtörténik minden, amit szeretnénk. Ez az egyik nagyon lényeges dolog. Munkanélkül nem fog menni, és magától nem megy. Tehát itt be kell mindenkinek vállalni nagyon sok mindent, nyilván a politikai pártoknak, vagy nekünk, az együttműködés kapcsán, vagy azoknak, akik csatlakoznak hozzánk, és mindenkinek, akinek az az igénye megfogalmazódik, hogy több, mint kormányváltás történjen, nevezzük korszakválasztásnak, vagy ráváltásnak, vagy újabb rendszerváltásnak, de mindenféleképpen szükség van egy ilyen típusú változásra, mert ez az ország, hogyha ez nem fog megtörténni, akkor nagyon-nagyon-nagyon mélyre fog visszaesni. Már most is egyébként a különféle mutatók ezt az irányt mutatják, függetlenül a hihetetlen propagandától és a kormány kommunikációtól. Reálisan kell nézni, értékelni a számokat, a tényeket és azt, hogy egyáltalán lassan most már senkivel nem vagyunk jóba, akivel jóba kéne lenni, és akivel egy közös táborban vagyunk, hiszen szerződéseink vannak, és forrásokat kapunk onnan, és együtt éljük 500 millióan Európába az életünket. Egész más irányok fogalmazódnak meg a kormány fő részéről, és mintha ki akarna szakítani Magyarországot ebből a közösségből. Tehát ezek nagyon komoly veszélyek. Anélkül, hogy ennek elemzését folytatnám, nyilván tudják, hiszen aki kicsit olvassa az újságokat, nézi a politikát, láthatja ezt a történetet. Itt a, nem bántva nyilván a gazdasági együttműködést a világ egyik legerősebb gazdasági hatalmával, mégis azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nekünk minden tekintetben az orosz és a keleti irány kell leginkább erősíteni, különösen akkor nem, hogyha csak hasznot nekik hoz ez az új vasútvonal, mert ebben nem látom még Magyarországnak a hasznát, ennek a nagyon komoly hitelből, általunk visszafizetendő hitelből épített vasútvonalnak, de félretéve a napi aktuális kérdéseket, mert még 100 ilyen van, lehet, persze. Hogy mikor fog ez elkövetkezni, azt most nem tudom megmondani, de soha nem fog elkövetkezni, ha nem teszünk érte. El kell következnem, mert semmi nem tart örökké. És készen kell lenni arra, hogy abban az időpontban, amikor megtörténnek azok a feltételek, hogy egy ilyen rendszerváltás vagy korszakváltás létrejön, akkor egy kormányképes csapat ki tudjon állni, és abból a nagyon-nagyon nehéz helyzet, gazdasági helyzetből, szerződésekkel és elkötelezettségekkel teli helyzetből, egy korrupcióval átítatott kormányzás után, hogy lehet ki lendíteni az országot. De ez majd legyen annak az időnek a feladata. Most az a legfontosabb, hogy össze kell álljanak azok az erők, akik ebben érdekeltek. Van Magyarországon 1 millió olyan szavazó, aki mai napig nem tudja, hogy elmegy választani, és nem tudja, hogy kire szavazzon. Ha mi ezeknek a szavazóknak tudunk üzenni, és ez most nem bal meg jobb oldal kérdés, ezeknek tudunk üzenni, és látják azt, hogy egyre erősebben megyünk előre. Márpedig azt gondolom, hogy Szél Bernadett miniszterelnök jelöltségenek bejelentése után szép lassan építkezik ez az erőtér, akkor akármi is lehet, sok minden történhet. Nyilván nem szabad elszállni nagyon optimista becslésekkel, és ezért nem csodát kell várni, hanem a munkát kell keresni, és azt kell elvégezni. Elképesztő sok munka kell ahhoz, hogy egyáltalán odaérjünk, de vannak lehetőségek, gondolják végig, most tőlem elvonatkoztatva van egy politikai párt Magyarországon fél évvel ezelőtt bontott zászlót, és ma este itt ülünk, és arról beszélünk, hogy együtt valamilyen formában tudunk valamit csinálni annak érdekében, hogy változzon a helyzet. Nyilván parlamenti párt az LMP, nyilván megvannak a magasabb szintű kommunikációs lehetőségei, nekünk viszont ott a lokalitás, amiben nekem nagyon nagy gyakorlatom van, és nagyon sok kapcsolatom, nagyon sok olyan erőtér alakult ki az elmúlt időszakban, amikor összekötésével be lehet húzni ebbe a erőtérbe ezeket a lehetőségeket, és ezzel segítve egy eredményes szereplés. Tehát a kettő együtt nagyon sokat jelenthet. A meggyőződésem is ebben, nem csak hiszek, hanem meggyőződésem is hiszek is benne, hogy Magyarországon a lokalitás nélkül nincs korszakváltás és rendszerváltás. Nincs.
ott van rengeteg érték ma Magyarországon. És ez nem vidék Budapest kérdése egyébként, mert Budapesten is van önkormányzatiság, ott is ott vannak a helyi szervezetek, a civil szervezetek, az önkormányzati képviselők, tehát lehet ebből a részből újraépíteni Magyarországot, és higgyék el, rengeteget járok vidékre, nem csak protokollálisan, hanem én nagyon sokat beszélgetek polgármesterekkel, viszonylag tisztában vagyok azzal, hogy Magyarországon mi van, amivel egyébként a mai kormány abszolút nincs tisztában, hogy milyen élet van, és itt most nem a szegénységre, meg az esélytelenségekre gondolok adott esetben egyik vagy a másik leszakadt régióban, de egyáltalán mi van a mindennapi életben, és hogy milyenek emellett a leszakadások, milyen mozgástér maradt. De ebből itt olyan színű, olyan érték van, amit ha be tudunk ebbe integrálni ebbe a folyamatba, akkor hihetetlen lendületet tud adni a törekvéseinek, az együttes törekvéseinek, és akkor nem csodát kell várni, hanem ezen dolgozva a lehető legjobb eredményt kihozni ebből az együttműködésből és a jövőépítésből. Mint a bevezetőben mondtam, Máté a rendszerváltás után észlelte a való világot. Engem nagyon érdekelne, hogy egy fiatal milyennek látja a nemzeti együttműködés rendszerét, és hogyha te bejutsz a parlamentben, hiszen van erre esély, ugyanis el kell, hogy mondjam önöknek, az itt élő két politikus, mind a kettő az LMP listáján vélhetően nagyon előkelő helyen fog szerepelni. Tehát elvi esélye meg lenne, hogy parlamenti képviselők legyenek mind a ketten. Erről majd külön fogom Gémesi Györgyöt kérdezni természetesen. Tehát Máté, te mit látsz a NER rákfenéjének, és mind kellene változtatni? Mi nagyon sokat foglalkoztunk a fiatalok elvándorlásával, és hogyha az a kérdés, hogy a fiatalok hogyan állnak a NER-hez, akkor úgy, hogy lelépnek innen. Ez a legrövidebb és a legszomorúbb válasz, sajnos ez a valóság. De nyilván mindenki tud olyan ismerőst mondani, vagy családjában, ismerősi körében, olyan családtagot ismerőst, aki elhagyta ezt az országot. Akár. És tehát azt látjuk, hogy ez a folyamat 2008-9 környékén indul, de 2010 után erősödött fel. Mi nagyon sokat próbáltunk magunk is azt számolgatni, hogy hány fiatal mehetett el ebből az országból. Onnan következtettünk vissza például, hogy tudjuk, hogy ma már a GDP-nek egy jelentős részét külföldről utalják haza. Egyébként több mint 1000 milliárd forintot, amely összeg a mondjuk a magyar oktatási büdzsének a felét jelenti. Vagy azt, hogy ezt is mi tudtuk meg a kormánytól, kellett kikérni, kiperelni az adatokat gyakorlatilag, hogy hány magyar gyermek születik külföldön. És ebből visszaszámolva látjuk azt, hogy sok százezren mentek el ebből az országból az elmúlt 6-8-10 évben igazából. Nekünk volt egy kutatásunk, egy konzultációnk, a Retour elnevezése konzultáció volt, ezt 2015-ben csináltam. Ennek az volt a lényege, hogy interneten kerestük meg a fiatalokat, ami egyébként számunkra is meglepő elérést biztosított, mert most már több mint 5000-en töltötték ezt ki, tehát egy sok ezres visszajelzésünk van. És azt látjuk ebből, hogy beszélünk hagyományosan olyan területekről, amik a fiatalok boldogulását nehezítik. Az oktatásról beszélünk, a felső oktatásba bekerülésről, vagy hogy a szakképzésünk mit ad, mit nem ad meg. Beszélünk a munkaerőpiacra kikerülésről, hogy egy mai fiatalnak pályakezdőként milyen nehéz elhelyezkednie, vagy versenyképes bért kapnia. Beszélünk a lakhatási kérdésekről, hogy az albérlet ára, itt Újpesten a legkisebb albérlet is 100 000 forint körül kezdődik, ahogy a családalapítás nehézségeiről, de hogy elsősorban nem is ezek a kérdések azok, amik feltétlenül ellehetetlenítik a fiatalokat, vagy azt eredményezik, hogy elhagyják ezt az országot, hanem az általános kiábrándultság és reménytelenség, hogy itt telnek múlnak az évek, és nem látják azt a fiatalok, hogy bármi változna, bárminek az esélye meg lenne a változásra. Azért sem látják, mert a politikusok, főleg ugye itt a kormánynak van nagy felelőssége, de az ellenzéknek is nem beszélnek eleget, nem beszélnek a fiatalok problémáiról. És ebből a kutatásból is az jött ki a saját kutatásunkból, hogy ha a fiatalok látnák azt, hogy valaki elkezd foglalkozni a problémájukkal, egyáltalán beszélnek ezekről a problémákról, akkor sokkal inkább mondjuk Magyarországon maradnának. Mert elfogadják azt, hogy lehet, hogy néhány éven belül nem lesz komoly változás, de hogyha beszélünk a problémáról, most elindítjuk a folyamatokat, akkor belátható időn belül, 3-4-5 éven belül már olyan változások jöhetnek,
amik az ő életükben is komoly előnyökkel járnak, és mégis itt maradnak, vagy visszajönnek. Úgyhogy szerintem mondjuk nekem, hogyha bekerülnék a parlamentbe, akkor biztos, hogy a fiatalok ügye lenne az egyik legfontosabb ügyem, a legfontosabb ügyem, és ezt próbálnám minden erőmmel közvetíteni, hogy itt a fiatalokkal nagyon komolyan kell foglalkozni, az ő problémáikkal nagyon komolyan kell foglalkozni parlamenti, kormányzati szinten, mert azt látjuk visszaigazolva, hogy már ez komolyan segíti azt, hogy ők itt maradjanak, hogy visszajöjjenek, hogyha tényleg foglalkozunk velük, és a politikánk középpontjába állítjuk őket. Nem titok, azt hiszem a sajtó is megírta, hogy az LMP három nagyon előkelő helyet biztosít az Új Kezdet pártnak az LMP listáján. Harmadik helyen Gémesi György szerepel. Szeretném megkérdezni, hogy beülsz a parlamentbe, vagy maradsz Gödöllön, polgármester? Azt tudni kell, hogy miért az LMP listája, azért ugye egy önálló párt, két önálló párt van, amik együttműködésre törekszik. Mi tudomásul vettük azt, hogy mi vagyunk a fiatalabb párt, és hogy ne legyen megkockáztatva a 10%-os küszöb, ezért nem magunkat előre tolva, egy olyan együttműködés kerül majd aláírásra, ahol az Új Kezdet és az LMP, az Új Kezdetnek a jelöltjeik azok a LMP listán indulnak, és LMP jelöltek lesznek. Ez kizárólag ilyen jellegű választástechnikai kérdés, mert először abban gondolkodunk, hogy egy LMP Új Kezdet listát állítanánk, de sosem lehet tudni, annyi minden történhet a választási kampányban, semmi rizikót nem szabad megengedni, hogy esetleg elveszem minden munka és minden érték. Ezért az Új Kezdetnek az elnöksége, választmánya elfogadta ezt a javaslatot. És ugye így van LMP lista, és nem Új Kezdet LMP lista, tehát azért ez így pontos. És valóban megállapodtunk azokban a helyekben, ahova kerülnek a jelöltjeink, de én hiszek az egyéni jelöltekben is, különösen a polgármesterekben, mert ha nem hinnék benne, akkor nem lennénk itt. Lehet sok munkával, helyi ismertséggel, nem országos ismertséggel is nagyon jó eredményt elérni azokban a térségekben, ahol az erős embereink vannak, és ez nyilván, ha nem sikerül megnyerni a körzetet, akkor is egy nagyon komoly segítséget fog nyújtani a lista erősítéséhez. Tehát valószínűleg az együttműködésnek ezek a felületei. Igen, fölmerült az én személyem kérdése, hiszen nyilván az országos ismertség az sokat jelent, akár az egyéni választókerületben, akár a listán is, és a én döntésem pontosan azért, hogy hiteles legyen a munkám is, és a véleményem is nem arról szól, hogy én magam a parlamentbe szeretnék beülni. Az, hogy a nevem a listán ott van az elején, az természetesen azt erősíti, hogy az együttműködésünkhez ott van a pecsétlássák, azok az emberek, akik annyira nincsenek elmélyedve a politikában, és talán aznap reggel nézik végig a neveket, hogy ott van az én nevem is. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy nyilván, ha egyéni körzetben nem indulnék, és ott eredményes lennék, akkor ott kell hagynom Gödöllő polgármesteri székét. Én azt gondolom, hogy ennek az együttműködésnek a továbbiakban is a lokalitás óriási értéke. Nekem itt van tapasztalatom, egy önkormányzati érdekszövetséget vezetek, és szeretném tovább építeni ezt az erőteret, mert ebben hiszek. Ha sikerül egy jó eredményt elérni, ami persze nyilván kérdés, hogy mi a jó, de szerintem sikerül egy jó eredményt elérni a parlamenti választásoknál, még az sem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy egy jó, erősen önálló kormányt tudjon alapítani ez a formáció. Tovább kell építeni, vagy tartani magát a súlyt, és ezt a lokalitást tudja megadni. Ebben szeretnék szerepet vállalni az elkövetkező időszakban, ezzel is azt bizonyítva, hogy én hosszú távon gondolkodom, minden, nem rövid távon, nem csak egy választásban, hanem közép és hosszú távon, mert szerintem erre az együttműködés, kapcsán erősebb szála fognak minket egymáshoz kötni, és bízom benne, hogy így lesz, hogy csiszolódunk egymáshoz, ki fog derülni a következő hónapokban. Én bízom benne, hogy így lesz, és ahogy eddig együttműködtünk, így is volt. Akkor is kell egy olyan pillére ennek a rendszernek, akár hol helyezkedik el a parlamenti frakciók erőviszonyai között, ami a lokalitásra épít. És ezt tovább építeni, akár együtt, akár külön, ez nyilván majd el fog derülni, de tovább építeni magyarul. A 2019-es önkati választáson még több polgármester kell, aki UK, LMP szimpatizáns vagy közös jelöltként ér oda. A Fidesz 2006-ban azért nyert
a önkormányzati választásokat megnyerte. Ugye jött az összödi beszéd, fölcsiszolás szerűen, amit lehetett mindenütt megnyert. Erre építette a 2010-es győzelmét, ami kétharmad lett. Ma LMP szűkölködik önkormányzati kapcsolatban, és ez nem kritika, csak nyilván nincs annyi, amennyire lehet építeni. Nekünk most azért van, mert nyilván ebből a szektorból jövünk, de ezt erősíteni kell, tehát nem áll meg a munka. És ha én munkáról beszélek, a választások előtti munkáról is, meg a választások utáni munkáról is, nem áll meg a munka. És nem pozíciókról van szó, nem pozícióharcokról van szó, vagy egy Gémesi György most parlamenti képviselő, ugye higgyék, én voltam a parlamentben 8 évig, nekem nem fog sok újat adni, viszont itt vannak a fiatalok, tanulják meg, mit kell a parlamentben csinálni. Mert egyébként gyalázat, ami ma parlamentben van. Gyalázat, ami a parlamentben van. És a mozgásteret erősíteni kell, meg kell tanulni, és nem hiszem, hogy megsértődsz, ha azt mondom, hogy nyilván, aki 30 éve ott van a páston, annak nagyobb a gyakorlat ebben, de én ezt szeretném úgy betenni, hogy nem a magam pozícióját szeretném erősíteni. Ezért is fogadtuk el Szél Bernadettet miniszterelnök jelöltnek, mert szerintem jó jelölt, nagyon versenyképes jelölt, fogják majd innen ütni, onnan ütni, amonnan ütni, de ezt a versenyt végig fogja futni, és meg fog erősödni, és utána megy a további építkezés. Tehát én ebben gondolkodom, és ha lehet ebben a körben úgy fogalmazni, hogy ebben a dologban én szeretnék egy edző szerepet is fölvállalni. Lehet, hogy ez nem jó kifejezés. Tehát igenis újabb és újabb erőket fölemelni a lokalitásból, vidékből, azokból, akik már bizonyítottak, és akik meg szeretnének bizonyítani. Nálam alapelv az, hogy nem az egyéni pozíció a lényeg, hanem a munka a lényeg, a tanulás, a felkészültség és a versenyképesség. És ebben így lesz hiteles az én szerepem, mert ha én magamat tolom előre, és beülök egy parlamenti székbe, és ott hátradőlök, és a következő 5 évet vagy 4 évet ott töltöm el, azzal én nem segítettem semmit az országon. Nekem, amikor az első kérdés volt, hogy miért vagyok itt, azért vagyok itt, mert megteheti-e valaki azt, ha tud segíteni, ha tud valamilyen formában hozzátenni a változáshoz, legyen az korszakváltás vagy rendszerváltás, akkor megteheti ezt, hogy hátradől a székében. Három unokám van, három gyermekem van, három unokám van, megtehetném, kidolgoztam magam az elmúlt időszakban. De nem tehetem meg, mert hazafi vagyok a szó nemes értelmében, mint ahogy feltehetően önök is azok. Ebben kell partnernek lenni egymással. Ebben nem azt kell, ami történik ma más ellenzéki pártoknál, hogy kinyom kell lekít, ugyanazok a szereplők csak osztják a kártyákat, az nem visz előre, az ugyanazt fogja konzerválni. Ez az új. Az itt ülő fiatalemberrel mellettem, azokkal, akik egyébként a látóteremben vannak, mellettünk vagy mellettük, ezt kell összehangolni. Ebben viszont nagyon nagy fegyelmezettségre van szükség, kitartó munkára, alapos értékrendre, ami nem rodjan meg, ha megkínálják, mert egyébként a Fidesznek minden eszköze meg lesz arra, hogy megosszon bennünket, ami nem rodjan meg, és amit hajlandó befogadni azokat az eszközöket, amikkel versenyképessé lehet lenni. Köszönjük szépen, szívemet melengedte minden szava, amit elmondott, és arra azon gondolkodtam, hogy ön, illetve te egy igaz elempés vagy. És úgy gondolom, hogy Máté szinte ugyanezt elmondhatná magáról, hogy egy igaz új kezdetes, és ezt azért is merem állítani, mert például Máté a Programalkotó Bizottságban is dolgozott, amikor a két párt összecsiszolta a programját. Szeretném, ha egy nagyon picit, nem órákat, egy-két percet beszélnél arról, hogy volt-e valamilyen konfliktus például az elképzeléseinkbe, a pártprogramunk mennyire passzol, kellett-e engedményeket tennünk egymásnak, vagy nem, és hogyan tovább, mikor lesz elfogadva ez a program, amit mind a két párt nyilvánosságra fog hozni. Ugye ez már a harmadik választási programunk lesz, amit csinálunk, és az első olyan, amit közösen csináltunk egy másik párttal, úgyhogy ez számunkra is egy izgalmas és új folyamat volt. De végre ezt már időbe kezdtük, persze egy választási programot rögtön a választás másnapján el kell kezdeni igazából kidolgozni vagy megalapozni, de még korábban azért elég közel voltunk a választáshoz, amikor elfogadtuk a programunkat. Most jó pár hónappal a választás előtt ez valószínűleg meg fog történni. Ugye most hétvégén lesz az LMP 40. kongresszusa, ahol eldől ez a választási program is. Voltak különbségek, de igazából nem volt nagyon nehéz dolgunk, mert hát az LMP
indulásában, politikájában, fő mondani valójában is ott volt az az önkormányzatiság, amit az Új Kezdet minden személyében, minden polgármesterében teljesen természetesen magától értetődően képvisel. Az LMP-nek ugye a hármas jelszava a fenntarthatóság, igazságosság és a részvétel. Tehát az a részvételiség, hogy a helyi közösségeknek, itt beszéljünk egy kis településről, falvakról, vagy beszéljünk egy budapesti kerületről, Újpestről, hogy mekkora fontos szerepük van, hogy a helyi közösségeknek mekkora erejük van, a helyi közösségek feje fölött nem szabad átnyúlni. A szubszidiaritás elve, ami ugye azt jelenti, hogy azokat a döntéseket, amiket alacsony szinten meg lehet hozni, mert rendelkezésre állnak az erőforrások, az emberek, a tudás, ismeretek, azt azon a szinten kell meghozni, és nem szabad felsőbb szintre vinni a döntéseket. És így például teljesen magától értetődő volt, hogy hagyj hozzak egy példát az oktatáspolitikával, amivel napi szinten foglalkozom, hogy például az iskolákat vissza kell adni a településeknek, az önkormányzatoknak. Ez volt az egyik legsúlyosabb lépése a Fidesz-KDNP kormánynak, hogy gyakorlatilag államosították az oktatást, mindent központi fenntartásba vettek, és minden kérdést, de egyébként nem csak az oktatáspolitikában, ugyanígy az egészségügyben, a kultúrában, munkahelyteremtésben végig lehet menni nagyon sok mindenen, az Budapesten próbálják meghatározni vagy irányítani. Ugye konkrétan az oktatás esetében a Szalai utcából, az oktatási államtitkárságból, mert ugye most már önálló minisztériumot nem érdemel az oktatás területe, csak egy államtitkárságot, tehát hogy onnan próbálják eldönteni. De hogyan lehetne megmondani a Szalai utcából, hogy például Hernád Szent András esetében egy ottani óvodában, szociális, kulturális oktatási intézményben, vagy éppen nagyobb településen, mondjuk Gödöllőn, vagy itt Újpesten, hogy a különböző kérdésekben hogy is mind kell dönteni. Tehát annyira elszakadt egymástól a helyi szint, a helyi igények, szükségletek és a központi szint, ami döntő és végrehajtó szint lett, hogy teljesen egyértelmű volt mind a két párt programjában, hogy újra közelíteni kell egymáshoz ezt a két szintet. Úgyhogy egy olyan programunk van, ami például az oktatásban visszaadná az iskolákat az önkormányzatoknak, és mindenféle eszközzel segíteni az önkormányzatokat és a kistelepüléseket. Az elmúlt 30 év politikájának, de visszamehetünk a szocializmusba, az volt az egyik legnagyobb hibája, vagy ki lehet mondani akár bűne, hogy nem segítette az egyenlőtlenségek csökkentését, hanem fokozta is. És ez különösen a kistelepülések és a nagytelepülések viszonylatában láthatjuk, az, hogy minden erőforrást gyakorlatilag, és itt beszélhetünk a közlekedésről, szociális helyzetről, munkahelyteremtésről, nagyon sok mindenről, ezt mindig a városokba vagy a fővárosba összpontosították. Mert beszéljünk például arról, hogy Budapest akart olimpiát rendezni, vagy Budapesten újul meg a Városliget, költözik Orbán Viktor a várba, működik a Művészeti Akadémia, most a kultúráról beszélek, egy 100 milliárdos összegekkel támogatják ezt a folyamatot, de a kis települések mit kapnak ezekből a forrásokból, ott milyen kulturális élet van, ott a szociális helyzet segítéséhez milyen eszközöket kapnak, hát semmit, illetve egyre kevesebbet. És talán még az a másik fontos célkitűzésünk, hogy ezt az óriási egyenlőtlenséget lehessen csökkenteni, és mindenki számára szülessen bárhova a kistelepülésen vagy nagytelepülésen éljen, megadni azokat a lehetőségeket, hogy boldogulni tudjon a saját életében. Köszönjük szépen. Mivel nyilvánvaló, hogy itt újpesti és gödöllői polgárok is jelen vannak. Én azt gondolom, hogyha egy picit beszélnénk az újpesti helyzetről, hiszen Máté az Újpesti Önkormányzat egyik bizottságának a tagja, György pedig hát elég sokat tud Gödöllőről vagy a környékéről, illetve neked meg fogom nehezíteni egy kicsit a feladatodat. A mai magyar kis települések helyzetéről, ha egy rövid összefoglalást adnál, Mátétól pedig azt kérem, hogy egy kicsit beszéljen arról, hogy milyen itt a helyi politizálás Újpesten. A polgármester kezébe kap egy mikrofont és a településéről beszélhet, akkor az életveszélyes helyzetet teremt, úgyhogy most nem beszélek Gödöllőről, csak annyit, hogy ott születtem, nagyon szeretem, szerintem megyünk szépen előre, és nagyon sok gazdag programunkon várjuk Önöket szeretettel, innen Újpestről gyorsan el tudnak érkezni hozzánk, és most az advent környékén is egy csomó jó rendezvény van a kastélyban, a kastély környékén, az adventi napok kapcsán.
és mindig értékorientált, magas színvonalú és emberközeli, úgyhogy rámennek a különféle internetes portálokra is megtalálják ezeket, és akkor ott akár személyesen is, akár az adventi időszakban is tudunk találkozni, megiszunk egy kávét, vagy egy forralbolt, attól függ, hogy hol találkozunk, vagy meghallgatunk együtt egy koncertet. Az önkormányzatiság, ugye mégis politikai fórumon vagyunk, és egy akkor gödölőt elvágom ponton még egyszer, hogy nehogy az legyen, hogy megkapom ezt a lehetőséget, és az összeset kibeszéljen belőlem, ami van, mert akkor szerintem holnap reggelig itt lennénk. Az önkormányzatiság, ami 1990-ben megalakult a törvény alapján, és ketté bontott a központ és a helyi hatalmat, feladatokat adott a helyi erőtereknek, forrásokat és vagyont és hatásköröket. Ez egy alapvető demokratikus berendezkedés egy országnak, és így 1600 tanácsból lett ugye 3200, közel 3200 önkormányzat, hogy ez sok vagy kevés lehet vitatkozni, Szlovákiában 5 milliós nép, 2700 önkormányzat van, Franciaországban 27 ezer, tehát nem a száma lényeg, hanem a feladat. És az soha nem lehet elvenni azt a jogot a közösségtől, hogy önkormányzatot alakítson, hogy önmaga tudjon bizonyos apró dolgokról is dönteni, mi akkor is a 150-en vagy 200-an vannak. Ez nekem alapelvem. Amikor kikerült 2012-ben az alkotmányban, illetve az alaptörvényből a települések önkormányzáshoz való joga, akkor láttam, hogy itt már nagy baj van. Ennek a kormánynak ez nem lényeges. Minden zavarja, ahol önálló erőtér alakul ki. Sok a kis település, elképesztő mennyiségét, értéket őriznek, ápolnak, közvetítenek, még ott egész más az emberek közötti kapcsolatlást, Ernád Szent András, és pont mondjuk Ernád Szent András bizonyítja azt, hogy egy közel 500 fős településen micsoda biokultúrát lehet kialakítani, ahol egyébként a lakosság 40%-a kisebbségi. Tehát ezek nagyon-nagyon lényeges dolgok, hogy lehet például akár a kisebbségi kérdést, a roma kérdést valamilyen formában megoldani, előrébb vinni, nem csak látszat megoldásokkal, hanem konkrétan egy ilyen jó gyakorlat kapcsán. Visszatérve, szerintem a kulturális örökség része a magyar kistelepülési rendszer, és nagyon fontos, hogy annak választott vezető legyen, és neki nevezett vezetője. Most abban az irányban megyünk, hogy a 2000 fő alatti településeket gyakorlatilag föl fogják számolni. Ez az anyag elkészült, hogy valaki lesz ott, akit megválasztanak, és egy környékbeli nagyobb település képviselő testületének a tagja lehet. Azt most még nem tudom megmondani, de az biztos, hogy erről lemondott a kormányzat. Ez 2400 település lehet Magyarországon. Tehát ez számunkra elfogadhatatlan. A jövője, ha így megyünk tovább a kis településeknek, az ilyen szempontból sajnos egyirányú, tehát nincs esély akkor, hogyha ez a politikai erő marad. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ezzel lehet egy erős vidékfejlesztési bázist kialakítani, mert erős önkormányzatokkal lehet jó vidékfejlesztést csinálni, és jó vidékfejlesztés elképzelhetetlen erős önkormányzatok nélkül. Ezt hívják lokalitásnak, és azt gondolom, hogy ebben lehet egy új kezdet, illetve egy együttműködés, egy új eredmény, és az önkormányzatiság kitörési pontjait itt lehet megtalálni. Gödöllőt nyilván nem fogják leírni a térképről, 27. város vagyunk lakosság számban az országban, vagy a megyei jugovárosokat, bár a kerületeknél lesz itt átrendeződés szerintem, hogyha megvan hozzá a kétharmad. Nyilván ebben mi nem avatkozunk, vagy nem szóltunk még eddig bele, mert nyilván ismerjük ezeket az anyagokat is, ahol 4 kerület lesz Magyarországon, vagy Budapesten is a többi. Kétségen kívüli, hogy érdemes ott is végig gondolni a feladatokat, hatásköröket és a finanszírozást, de nem úgy, hogy megszűnjönek azok az önkormányzatiságot erősítő fórumok, ahol az önálló döntési jogosítványok megmaradnak. Tehát ez a dolog lényege. A kétpólusú demokrácia, ami 90-es önkormányzati törvény alapján kialakult és elindult, az most megy az egypólus felé, mindent a központból, mindent centralizálunk, ez előbb elhangzott oktatás, egészségügy és az összes többi feladat, szociális feladatoknál is megdöbbentő, hogy miért tűzifát mi a minisztériumnak kell osztani. Tessék már nekem megmondani, hogy tűzifát miért a minisztérium oszt Mánfán, vagy küldi oda tűzifát. Hát van ott is erdő, van ott is tüzép, ott is lehet fát tenni, oda kell tenni a szociális normatívát, és mint a polgi eldönti, a polgármester és a képviselőtest eldönti, hogy ki a valóban rászorult. Hát hihetetlen, gondolják végig. Itt a kéményseprés kérdése. Megdöbbentő. Belekavarták magukat, centralizálták, hogy szétverjék ezeket a vállalkozásokat. Most meg ott vagyunk, hogy ott lesznek az emberek, pont az a réteg lesz a legbizonytalanabb helyzetben, amelyik a legszegényebb és a legkevésbé érdekérvényesítő és foglalkozik ezzel. Miért kellett szétverni? Miért kell szétverni a hulladékgazdálkodást? Miért kell centralizálni a hulladékgazdálkodást? Tipikus regionális feladat.
Minden feladatot arra a szintre kell tenni, ahol a leghatékonyabban, a legtranszparensebben, a legátláthatóbban lehet működtetni. A hulladékgazdálkodás a világon mindenütt regionális feladat, nem állami feladat. Tökéletesen működő rendszereket vertek szét, kivették a pénzt belőle, és most ott van, hogy napról napra ér, és előbb-utóbb baj lesz belőle, mert meg kellett csinálni az árrezsicsökkentést, mert ez nem rezsicsökkentés, mert önök kifizetik az adójukkal azt valahol, amit neki oda vissza kell csorgatni, ami nem jön be a szolgáltatás díjából. Hát hol képzelhető a világon, és mindjárt odanom azt, hogy nem akarom elvenni, csak mondom, majd adtad a mikrofont. Hol képzelhető az, hogy én kötelező vagyok egy szolgáltatást nyújtani? A szolgáltatás árát nem én határozom meg. A szolgáltatás díját nem én szedem be, és a szolgáltatás működéséhez szükséges forrásokat valaki valahol egy nagy vízfejben eldönti, és úgy adja vissza, hogy gondolja. A világon nincs ilyen. Egyetértek, hogy a közszolgáltatások legyenek non-profit alapon, tehát ne legyen rajta nyereség, de legyen benne az árba a működéshez szükséges költség, ami már nincs benne, az amortizáció, és ebben az esetben a rekultiváció, amelyik egyébként ugye a területrendezést jelenti, amikor betelik a hulladék lerakó. Hihetetlen. Budapest egyik legnépesebb kerületében vagyunk, Újpesten, ahol döntő többségben fideszes vezetés működik. Egy kis bepillantást, amit te tapasztaltál. Igen, ugye Újpest egy 100 000-es kerület, és hogyha önálló város lenne, akkor az ország 13. legnépesebb városa vagy települése lehetne. Tehát valóban egy nagy kerületről van szó, és ebből adódóan azért itt komoly erőforrások lennének, vagy vannak, amiből sokkal többet is ki lehetne hozni, mint amit kihoznak. Hogyha egy szóval kéne jellemeznem itt a kerület működését, a kerületi vezetésnek a működését, akkor talán az az unalom és a posvány. Ami azt jelenti, hogy ez a kerület eldöcög ilyen alapszinten, az alap feladatokat, funkciókat, azokat ellátjuk, amit a törvény előír, de igazából semmi többet. Amit biztosítanak mégis itt a lakosságnak, az a látványpékség, én így fogalmaznék. Főleg itt az elmúlt önkormányzati ciklusban voltak ilyen-olyan különböző fejlesztések. Ugye megújult az STK, hát kívülről, ugye belülről az egészségügy az maradt gyakorlatilag ugyanolyan, amilyen. Nekem nemrég volt egy betegségem, el kellett mennem egy ultrahang vizsgálatra. 5 hónapot kellett volna várnom, még az újpesti STK-ba bejutok, amikor mondta az orvos, hogy hát 1 hónapon belül azért jó lenne, hogyha kiderülne az a lelet, mert különben itt komolyabb problémák lehetnek. 5 hónapot kell várni az újpesti STK-ba is egy sima ultrahang vizsgálatra. Vagy most megújítják a piacot, létrejött vagy felépült a Tarzan Park, tehát azért valami van, de hogy igazából az, ami az emberek mindennapi életét befolyásolja, jobbá teszi, az ügyben semmilyen előrelépés nem történik. Én a Népjóléti Bizottságban vagyok benne, ez a Népjóléti Bizottság kezeli a lakásállományt és osztja az önkormányzati lakásokat, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Na most Újpesten 40 000 háztartás van, 40 000 lakás, ebből csupán 2500 körüli az önkormányzati lakásoknak a száma, és az a tapasztalat, vagy az a tendencia, hogy az önkormányzat igyekszik megszabadulni ezektől a lakásoktól, mert azokkal csak a probléma van, és hogy a problémákkal nem szeretnének foglalkozni, és igazából szociális téren, vagy bármilyen téren mi bármilyen javaslatot teszünk, akkor azt itt is, mint ahogy mindenhol elutasítják, tehát semmilyen ellenzéki kezdeményezést nem fogadnak be, vagy hogyha van némi apró kezdeményezés, ugye Judithoz kapcsolódik a Lisztérzékenyek klubjába egy hát támogatásnak a kiharcolása, akkor azt pedig úgy állítják be a helyi sajtóba, hogy hát azt ők csinálták meg, és ők már a kezdettől fogva szerettek volna a lisztérzékenyeknek támogatást nyújtani. Egyébként a nyilvánosságról, hogyha beszélünk, semmi esélyünk bejutni itt a kerületi újságba. A képviselőnket, Pernecki Lászlót megkérdezik minden karácsonykor, hogy hogyan ünnepli családjával ezt az ünnepet, de hogy körülbelül ez, de már az sincs. Már az sincs. De hogy semmilyen politikai kezdeményezéssel nem lehet bekerülni a nyilvánosságba, ezért mondom, hogy az unalom és a posvány. Ami bizonyos szempontból, most olyan szempontból lehet, hogy pozitív, hogy azért vannak kerületek, ahol folyamatosak a botrányok, mondjuk a 15. kerület itt a szomszédban, Zuglóban egy nagyon érdekes helyzet van, 5. kerület, 1. kerület, ingatlan ügyek, mutyik. Lehet, hogy itt ilyenek nincsenek, vagy kevesebb, sokkal kevesebb, és nem kerülnek a felszínre, de hogy igazából a pozitívumokkal, az innovációval, az új dolgokkal, azokkal a dolgokkal sem tudunk kitűnni, amiknek igenis itt meg lenne a táptalaj. Azért van itt anyagi forrás, diplomás értelmiségi bázis, lokál patriotizmus, helyi örökségek, kultúra, nagyon sok minden, amire alapozva lehetne
fejlődést vagy változást elérni. És hogy mondjak, egy aktuális kérdés még, amivel kapcsolatban szintén semmilyen előrelépés nem történik soha, ez az újpesti közlekedés, ami nekem az egyik szívügyem. Most itt a metró pótlás kapcsán mindenki szembesülhet vele, hogy hát itt ugye milyen komoly fejlesztések, beruházások történnek. Azt már elfogadtuk, hogy Újpest soha nem fogja megkapni a 3-as metró hosszabbítását Káposztásmegyerig, amit itt a rendszerváltás idején beígértek. Jó, ezt a kérdést lehet, hogy sokan elengedtük, de itt lenne a lehetősége például, hogy ugye itt megy az Északi-Váci vasútvonal, és itt már 1000 éve ígérik a rejtélyes nevű intermodális csomópontnak a kialakítását, hogy itt Káposztásmegyer mellett is megálljon a vasút, vagy sokkal gyakrabban járjon, mint ahogy jár most, mert ugye itt Rákospalota Újpest MÁV állomásnál föl lehet szállni a vonatra, csak ha esik, azért késik, ha fúj, azért késik, ha kánikula van, akkor meg azért nem jön. Úgyhogy nem egy igazán megbízható megoldás, hogyha valaki be akar menni a városba, de hogy arra vannak tervek, csak semmilyen kivitelezés még nem történik, hogy itt az elővárosi vasút fejlesztése megtörténjen. Szerintem, hogyha valamit, akkor legalább ezt meg kéne adni az újpestieknek. Köszönjük szépen. Az egy órás beszélgetés végére értünk, és én azt gondolom, hogy most önök következnek egy fél órán keresztül. Kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Én arra gondolok, hogy 3 kérdésenként én összegyűjteném, és akkor megkérném, hogy válaszoljanak a vendégeink. Az első sorban a hölgy. A KSH közvéleménykutatóik összeírójaként 8 évig jártam Újpestet is, és a 15. kerületet is, és hát látom a családoknak a helyzetét. És most azt olvastam ebbe a könyvbe, Gabona agy, hogy tökéletesség vagy haladás. És ez itt a nagy kérdés az nekem az LMP-vel kapcsolatban, hogy önök tehát ti tökéletesek vagytok, hófehér, tiszta, foltmentes, büntelen a lelkiismeretetek, de most haladni akarunk egy kicsit, vagy pedig egy tökéletes pártot, aki esetleg legyőzhető, mert ez a az Orbánnak ez a 37%-a, ez valami rettenetes aggasztó, és ahogy Heller Ágnes mondta, az utolsó szögig szét fogják lopni az országot. Ugye Orbánnak, papájának a kőbányájához nagyon jó üzlet ez a vasútépítés Belgrádig, vagy hova az Istenbe, nem tudom. Szóval a paranoia, meg a sorosozás, ugye, hogy sorosozás, a paranoia legjobban szóban terjedő elmebetegség. Ezt nagyon jól kihasználja az Orbán, és hát szóval mindenki azt mondja, Róna Péter, Medgyessy, Heller Ágnes, hogy valahogy össze kéne fogni valami technikai összefogást, hogy megegyezni 20 dologba, és akkor abba egy kicsit haladni, kicsit előrelépni, vagy pedig győz ez a hülye Orbán, hagyjuk. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy kérdéseket tegyenek fel röviden, hogyha lehet, hogy mindenkire sor kerüljön. Ott volt a második jelentkező, nem tudom, kiment az úr. Akkor hátul, bocsánat, ön volt, akkor megvárom, míg aláír. Ott hátul a fiatalember. Legyen kedvesek tudni, hogy halljuk a kérdést, és kérdéseket kérünk, hogy gyors választ tudjunk adni. Köszönöm szépen a lehetőséget. A gyors kérdésem lenne. Körülbelül 2 héttel ezelőtt volt lehetőségem a Viszlát 2/3 nevű kezdeményezésnek a kezdőrendezvényén részt venni. És gondolom, hogy nem kell bemutatnom önöknek, hogy ez mit jelent, hogy a választókerületnek az egyesével a felmérését. Azt szeretném kérdezni, erre önök hogyan reflektálnak. Köszönöm szépen. Jó, akkor a harmadik kérdést is meghallgatnánk. Parancsolj! Amiért én ide jöttem, az kérdés is és javaslattétel is lenne egyben. Nagyon tisztelve a jelenlévőket, és én nem látom és nagyon aggódom a 18-as választások miatt, és azért nem, mert azt tapasztalom az elmúlt 30 év alatt, hogy itt valahogy a mai magyar társadalomnak a tagjai, nem látom, hogy kapcsolódnak be, és ha visszafelé nézek, akkor nagy kudarcokat látok, és most sem látok pontosan,
hogy milyen formákba és hogy kívánják az embereket megszólítani, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy milyen alulinformáltság van 30 éve, mennyire nem tudjuk, hogy hol élünk, hogy demokrácia van, nem ismerjük a piacgazdaságot, és hát ön, mint egy nagyon sikeres közigazgatási vezető, talán nem önre vonatkozik, mert nagyon kivételes tetszik lenni, hogy tulajdonképpen a helyi dolgokkal hogy kívánnak, és mit kívánnak, és mit kívánnak tervezni, és lenne is ehhez egy javaslatom, és ezt szeretném mondani, hogy ezen van a hangsúly, és ez nem egymillió ember, és a hölgynek megmondom, hogyha azt mondta, hogy 37% vagy mi, én meg azt olvastam, hogy a fideszeseknek, Fidesz szimpatizások és igazi elkötelezett embereknek megingott a 30%-a. És ezeket az embereket valahogy meg kéne szólítani, és a javaslatom az a helyi, és nem tudom, hogy ön tudja-e, hogy van a világon egy program, a KISZ programja, amely a közhasznú információs szolgáltatás, és ez a program csak egyedül Magyarországon nincs bevezetve, és az összes volt szocialista országban be van vezetve, és ez a program az a program, amikor a társadalom, a párt és az egyén találkozik. És erre szeretném megkérdezni, hogy önnek milyen tervei vannak önöknek, és erre szeretném a hangsúlyt is fektetni. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Hát az első kérdés Máténak szólt, úgyhogy kérlek, hogy válaszolj arra a kérdésre, hogy tökéletesség vagy haladás. Nem tudom, hogy a kettő kizárja egymást, az biztos, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, hiszen semmi se tökéletes. Én azt hiszem, hogy a mind a három kérdés igazából arra keresi talán a választ, hogy hogy lesz egy kormányváltás, és előjöttek programelemek, összefogások, minden. És mi erről nagyon őszintén azt mondjuk, hogy olyan kérdésekről beszélünk folyamatosan, amikor választási konstrukciókról beszélünk, amik egyébként nagyon sok mindent megelőznek, vagy pontosabban nagyon sok kérdést kellene, nagyon sok feladatot kellene elvégezni a választásokig a hátralévő időben, és esetleg utána foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Mert hogyha a választási ciklus egészében folyamatosan azzal foglalkozunk, mert hogy itt az ellenzéki pártok többsége folyamatosan ezzel foglalkozott, hogy milyen konstrukcióban és hogyan indulunk a választásokon, akkor pont a lényegről nem beszélünk. Pont arról nem beszélünk, az ilyen szakkérdésekről is, hogy mondjuk a közigazgatásban ez a rendszer hogyan valósulhatna meg, vagy mi legyen az egészségügyel, az oktatással, mi legyen a bérekkel. Tehát először mindenkinek ki kéne tennie a kártyákat, hogy mit és hogyan akar ezzel az országgal tenni. Meg kell nevezni a vezető politikusait, miniszterelnök jelöltet, ugye mi megneveztük Szél Bernadett, mi egy olyan kampányt folytatunk, hogy az emberek valódi problémáival szeretnénk foglalkozni, és amikor kiraktuk a kártyáinkat, akkor lehet látni, akkor láthatják a választók is, hogy mi mit, hogyan szeretnénk tenni, és akkor tudnak ők is felelős döntést hozni. És utána lehet bármiféle konstrukcióról igazából beszélni. Van egy nagyon jó mondás, ezt Török Gábortól loptam, a politológustól, hogy hát az embereket az nem igazán érdekli, hogy hogyan készül a kolbász, mert hogyha megtudjuk, hogy hogyan készül a kolbász, és választási együttműködés, választási indulás, akkor lehet, hogy azt a kolbászt senki nem akarja megenni. Hát most jelenleg ez történik, hogy mindenki a mi kivételünkkel a kolbász készítéséről beszél, holott a valódi problémákról kellene szót ejteni folyamatosan. Gémesi Györgyöt kérdezem, hogy a második kérdésre a választókerületekkel kapcsolatos elgondolásokra válaszolna-e? Na, jól értettem, ez azzal a kezdeményezés, amit most Ujjás Márton is elindított, hogy mérjék le a választókerületeket, nem? Akkor, hogy ki a legnépszerűbb, és akkor egy jelölt induljon, nem ez a... Nem, ő, ez a lényeg, igen, ez a... Ennek egyetlen egy problémája van, a mai párt választásokon való indulás és a finanszírozás, az nagyon sok kérdést eldönt, ugye nincsenek, gondolom az LMP mögött se oligarchák, akik tömdék tele pénzzel, és bizony szükséges a választási kampányhoz az a forrás mennyiség, ami erre törvényesen rendelkezésre áll, ez az egyik dolog. Kettő, azért ezeket a méréseket én nem biztos, hogy minden tekintetben el tudnám fogadni, 5 perc alatt meghekkelik, tehát a mai világban nem igazán lehet ilyen ezzel a szinttel
informatikai háttérrel, amivel mondjuk a pártok rendelkeznek, egy teljesen biztonságos mérést csinálni, ráadásul az emberek fejében nincs ilyen. Az amerikai elválasztásnál, ugye az előválasztások, azok az gyakorlatilag egy begyakorlott mechanizmust jelentenek. Elképzelhető egyébként későbbiek során, ha a választójogi törvény változik, hogy Magyarországon is ilyen irányba el lehet menni, de hát nyilván ahhoz nagyon sok mindent alkotmánytól kezdve egész államberendezkedést át kéne írni, tehát lehetne ilyen irányban is előre menni, de a mai választójogi törvény, pártfinanszírozás, a mai állapotok nem ezt mutatják. És én azért még egyszer visszahoznám, mindenféle bántó szándék nélkül. Tehát miért is vagyunk itt ebben a helyzetben? Miért lett a Fidesznek kétharmada? Kik tülekednek igazán azért, hogy oda tudjanak érni megint? Tehát ezekről le kéne vonni a következtetést. A legnagyobb probléma az, hogy 2010-ben olyan hatalmas, valós kétharmada volt a Fidesznek. Valós. Mert a mostani már túl van, már más, mint az akkori a törvény miatt. Tehát ennek azért van oka. Ezért azért emberek felelnek, akik most ott vannak megint más konstrukcióban. Tehát nem bántok én senkit, és nem akarok magamra haragítani. A választóknak kéne ezt fölismerni. Ezeket az információkat mindenféle támadó szándék nélkül le kéne tenni az asztalra, illetve a beszélgetések során tisztázni kéne, hogy miről is beszélünk. Hogy van egy MSZP, hogy a saját emberét fúrja meg. Hát bocsánság, egy polgármester kollega, egyébként szerintem kiváló polgármester. Az más kérdés, hogy a feladatra mennyire alkalmas. Nem én vagyok, aki ezt eldönti. Na de hát kivel akarunk együttműködni? Vagy kiket akarunk behozni a rendszerbe? Akik saját magukat megfúrják? Hát 5 perc alatt fognak minket megfúrni. Tehát, és akik most is arról beszélnek folyamatosan reggeltől estig, ne haragudj, itt van 2 politikai erőtér. Mi nem vagyunk parlamenti párt. A lokalitásban van gyakorlatunk, sok-sok polgármester kontaktunk van, nem mindenki mer kijönni a napra az ismert okok miatt. De elindultunk egy irányba. Itt van egy parlamenti párt, amelyik nem maszatolódott össze, mindig elhatárolta magát a korábbi időszak cselekményeitől. Világosan egyik pillanatra a másik, de nem egy pillanatra, de eldöntöttük, együttműködünk. Hallanak erről az együttműködésről vitát? Hogy én az egyiket le akarom nyomni, hogy Szél Bernadettet nem fogadjuk el, majd akkor a másik nyomja előre magát. Azon megyünk, hogy össze tudjuk állítani. Van, a program kapcsán jó szakmai viták voltak. És egyébként nem minden százszegben egyezünk mindenben szakmailag, de most nem erről van szó. Hát a 90-95%-ban föl tudtunk sorakozni egy program mögé. És nincsenek itt viták, hogy ki talál ki okosabb dolgot. Rendben van. Tudomásul véve, hogy a hangsúlyok hogyan és mint lettek ebben a programjavaslatban elkészítve. De ugyanígy a jelöltek kapcsán. Persze, hogy vannak viták, minden ennek viták. Hát gondolják végig, otthon hazamegy és a imádott feleségével vagy a férjével 2 naponta vitáznak. Hát hogy ne vitáznánk? Persze, hogy vitázunk, de ez nem azért van, hogy valaki előrébb akar jutni. Nyilván megvannak a párt, két különböző pártról van szó, mások a jelölési feltételek, mi ezt tudomásul veszik, ők is tudomásul veszik. Nyilván, amikor ezt az alapítókiratot írták 9 évvel ezelőtt, akkor abszolút demokratikus alapon igyekeztek megrakni, vagy összerakni, és én meg már azért egy bukott pártnak voltam ügyvezető elnöke, úgy értem, aki ugye megszűnt, és pontosan tudom azokat a nehézségeket, ami a működés nehezíti. És persze, hogy demokratikus, de mindenféleképpen praktikus. Majd nyilván ez is változni fog akkor, amikor lesz a lehetőség, hogy a demokratikus jellegét megtartva mégiscsak a működés szempontjából praktikusabb legyen. De ezzel mi nem fogunk vitatkozni. Tehát tudjuk azt, hogy nálunk más a kiválasztódási rendszer, meg más. Tehát még egyszer visszatérve erre, én azt gondolom, hogy nekünk most erre kell koncentrálni. És igenis meg kell a 106 jelöltnek a megfelelő a jelöltékkel váljon, a jelölt jelöltékkel váljon, a miniszterelnök jelölt asszonynak menni kell előre, mögé föl kell sorakoznunk, beszélni a közös pontokról, beszélni az országról, a jövőépítésről, és a többi, hogy aztán utána az utolsó finisben mi fog történni, rengeteg minden történhet. A Fidesz is sokszor kiszámíthatatlan. Nagyon sok mindent tud akadályozni, stb. Akkor majd azt, akkor új, a megállapodásunkban az, hogy mindenről közösen döntünk. Tehát, hogyha mi már aláírtuk a megállapodást, és feltettően 2. után néten ez aláírásra kerül, közösen döntünk, leülünk, és addig nem állunk föl, amíg nem döntjük el, ha olyan kérdések vannak, amiben nincs százszeg egyeség, de nem a kint a sajtó előtt fogunk vitatkozni. Mert én ezen már túl vagyok, ezt végigcsináltam egy olyan pártnál, amelyik
amelyik megszűnt, amikor már ami ment. Tehát az idősebbek tudják, hogy szerencsétlen MDF, akit én szerettem, és én ott szocializálódtam, ott tanultam meg nagyon sok mindent, csak a végén tudtam, már nem tudtam vállalni azt. De végül is, igen, és ezeken ezen az állapoton mi így tudunk, ebben a helyzetben így tudunk beszélgetni egymással, és ez egy nagy dolog. És még egyszer, hagyj hívjam fel a figyelmet. Hét és nem az én felelősségem, nem az ő felelősségük. Így értem, felelősségük. Hogy nem alakult ki valami. 2014-ben létrehoztak egy konstrukciót, ami megbukott, most ugyanazzal próbálkoznak. Nem, ez nem bántásként mondom. Úgy érzem, hogy tehát, hogy egy körzetben egy jelölt. Akkor nem értettem a kérdést. Én nem tudom, nem én vagyok a vitavezető. Bocsánat, tehát kifejteni nem lesz lehetőség, ha esetleg egy fél percben össze tudja foglalni, akkor természetesen igen, mert mennénk majd tovább a kérdésekkel. Jó? Inkább negyedben, ha lehet. Legyen kedves idejönni. Bocsánat, hogy egy kicsit bitorlom most ezt a mikrofont. Tehát igazából ez nem azt jelenti, hogy visszalépést kellene kezdeményezni. Itt igazából arról van szó, hogy valaha kettő fordulós volt a választási rendszerünk, azt szerintem egy sokkal normálisabb választási rendszer volt. Na most ugye eltüntették az első fordulót, és most egyből a második fordulóba megyünk. Tehát itt igazából mivel hogy sokkal egyszerűbb kimérni a 106 egyéni körzetet, mint az egész országot, már természetesen abban az esetben, hogyha megvannak ennek a pénzügyi lehetőségei, illetve a személygárda hozzá, akkor ebben az esetben gyakorlatilag meg lehet nézni azt, hogy ha van egy olyan körzet, ahol egy adott jelölt 5-8%-ot hoz, akkor természetesen arra bízhatja a szavazóit, hogy a listára feltétlenül szavazzanak a listára, de annak már nincs feltétlen szüksége, hogy ő rá magára, mint az adott helyi szinten nem feltétlenül második körös, hogy úgy mondjam, régi terminológiában második körös körbe nem jutott volna be. Tehát, hogy oda már ne szavazzanak feltétlenül rá, hiszen a lényeg, és most itt tényleg ez a lényeg, véleményem szerint, és szerintem abszolút egy malomban örülünk, csak most nagyon-nagyon lényeg az, hogy ez a Fidesz most már minél kevesebb egyéni jelöltet tudjon beütetni. Köszönöm szépen. Én szerintem értettem a kérdést, mert ez a Gulyás Mátorféle javaslat is. Én a mérésben nem nagyon hiszek, tehát ott gondolom, hogy ott azért érdekek fognak repülni oldalvízből. Sajnos ez a véleményem, mert az elmúlt időszak nem ezt bizonyította. Különösen olyan rivalizáció megy itt egyes pártok között, és párton belül is, ami ezt számomra ez irányba szkeptikus vagyok, ezt tudom elmondani. Ma egyébként nincs erről szó, mert mi megyünk a magunk útján. Köszönöm szépen. Hát a harmadik kérdés azt szerintem részben érintettük, hogy a helyi embereket hogyan érjük el. Azt hiszem, kicsit más a helyzet Budapesten, és más a helyzet egy kis településen, úgyhogy mind a kettőtöktől kérek erre választ. Én azt gondolom, hogy egy kis településen nagyon nehéz, a félelem hatalmas, egzisztenciális és egyéb nyomás alatt élnek az emberek. Budapest talán ennél szabadabb, bátrabb. Mi a két módszer között? Van-e valami különbség, amivel úgy gondoljátok, hogy utoléritek, megtaláljátok a saját szavazóitokat? Erre nagyon röviden tudok válaszolni. Úgy kell elérni az embereket, és úgy fogjuk elérni az embereket, ahogy önöket is elértük, és eljöttek erre a rendezvényre. Tehát ez a személyes megkeresés, Facebook, levelezőlista, e-mail, telefon, közvetlen megkeresések. Ugye a beszélgetés során szóba került, hogy hogyan változott meg a médiatér, hogy egyre inkább a kormányzathoz közel álló csoportok uralják le a különböző sajtótermékeket. Nyilván ez nem fog változni, ez egy adottság. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a Facebookon keresztül, a közösségi médián keresztül és a személyes megkereséseken keresztül lehet nagyon hatékonyan elérni az embereket. Nyilván nagyon sok feladatunk van, hogy ennek a hatékonyságát mi is javítani tudjuk, de azt is gondoljuk, hogy a személyes megkeresés, ha ismernek minket, az egy plusz hitelességet is ad, mint hogyha mondjuk csak a tévéképernyőjén keresztül vagy újságokban látnak minket. Ajtótól ajtóig, embertől emberi kampány. Ezt így hívják. És ez kiküszöbölhetetlen.
ez csak az... Ide, nem feltétlenül ide. Még azt szoktam mondani, ugye, amikor azt mondják, hogy szoktam... Nem jönni kell, menni kell. Tehát nem elmenni, hanem nem jönni, hanem menni kell. Tehát, hogyha megvan a muníció, akkor igenis kell beszélgetni az emberekkel, kell beszélgetni a fodrásznál, kell beszélgetni a piacon, kell beszélgetni a kocsmába, és sorolhatnám tovább. És ott kell lenni a mindennapi életben. Higgyék el, másképp nem megy. És ebben egymásra vagyunk utalva. Tehát nem fog menni másképp, tehát mi ketten nem fogunk tudni mindenhova eljutni. A másik, ami rendelkezésre áll, az pedig nyilván ez a kis eszköz. Itt most egy ilyen kis eszközön keresztül szerintem követték az itt lévőknél legalább 4-szer annyian az eseményeket. Aztán még meg is fogják nézni, akár föl fog menni 800-ra, 1000-re. Ezeket a gondolatokat hallani fogják. De ez nem minden, mert ez nem jut el mindenkihez. Kis települést kérdezted, a kis településen van megfélemlítés, de van azért felület, ami azt eredményezheti, hogy beszélgetnek az emberek egymással. Ez is több helyzetet teremthet, de nem lehet megúszni. Nem a lakossági fórum. A lakossági fórum nagyon jó, hogyha beszélgetünk, eljönnek az emberek, föltöltődnek, megkérdezik, információt kapnak, tovább mennek. De onnan még tovább kell menni. És ez nem hagyható. Higgyék el, én benne vagyok ebben a műfél lassan 30 éve. Nincs más mód ma, amikor minden eszköz a kormányzat kezében van, vagy legalábbis az eszközök jelentős része. Köszönöm szépen, még kérdéseket lehet föltenni, parancsoljon. Akkor ez a három utolsó kérdés lesz. Én vagyok, én Palotai vagyok, és hát ott is volt fórumi nálunk, és hát ez a veszőparipám, tényleg ez a vidék. Nekem két testvérem is vidéken él, nem is kis településen, és nem is hallanak az LMP-ről, csak a Fideszről. Tehát ez egy rettenetesen nagy probléma, hogy mondjuk se az ATV-t, se a Hír TV-t nem tudják fogni ilyen helyen, vagy bezavarnak, amikor olyasmiről van szó. Egyszerűen nem tudnak dönteni, vagy hát ott rá vannak kényszerítve, fideszesek ott vannak, és lukat beszélnek a hasukba magyarul. Annyira félre vannak informálva, én például az M1-est ki is kapcsoltam a televíziómból, mert nem is tudom fogni rajta. Pontosan azért, mert fél mondatot nem bírok végighallgatni, ami az M1-esen van. Vagy a Duna TV-ben mondjuk a Híradóba. Mert tele van hazugsággal. Na most ezt nem lehet kompenzálni csak személyesen, ha ott vannak a megfelelő emberek. Köszönöm szépen. A hátul volt az úr előbb, és akkor a hölgy lesz a harmadik. Máté fog az első kérdésre válaszolni, én azt gondolom. Az lenne a kérdésem Gémesi úrhoz, hogy a mindamellett, hogy Gödöllő nagyon szépen fejlődik, és azért tegyük hozzá, hogy Újpest is valamennyire fejlődik, hogy hogyan lehet fejleszteni úgy önkormányzati, hogy nincs mellette pénz. Vagy hogy lehet, például Újpesten most nincs kórház, hogyan lehet ezt megoldani? Vagy én nap mint nap most metró felújítás kapcsán ki szoktam menni, ott van mellettünk a vasútállomás, és látom, hogy milyen állapotban van. Hogyan lehet ezt megoldani? Rendben, köszönöm szépen, erre majd Gémesi György fog válaszolni, és a hölgy hátul. Köszönjük a kérdést, akkor elkezdjük a válaszokat. Nagyon röviden. Amit itt a hölgy felvetett az első kérdésbe, azzal teljesen egyetértünk, tehát hogy főleg a kis településeken milyen erősítésre van szükségünk, és éppen ezért nagyon örülünk az Új Kezdettel való szövetségkötésnek, vagy együttműködésnek, hogy ők pont olyan
helyeken, településeken nagyon erősek, ahol mi kevésbé vagyunk. Hogy mikor lesz a korszakváltás, ez rajtunk múlik, tehát itt nem árulunk zsákba macskát, és hogy hány százalék kell hozzá, nyilván kormányra kell kerülni, és ez akkor valósítható meg, tehát 50% plusz egy legalább. Ez sajnos csak így működik. Hát azon dolgozni kell még sokat, de lehet odaérni, tehát nem reménytelen, csak munkanélkül nem fog menni. Két dologra reagálnék, egyik az, hogy ugye csak vidéken ez fogható, az fogható, rokonok vannak. Azt is meg lehet tenni, hogy fölhívom a vidéki rokonomat, és azt mondom, hogy te próbálj meg erőteret létesíteni ott magad körül. Orbán Viktor azzal tudott megint egy óriási nagy lépést tenni, amikor megalakították a polgári köröket. Nekem volt egy ilyen tervem, hogy a józanész köröket megalakítjuk, amikor nem kell párttagnak lenni, de ezek az emberek összeülnek, politizálnak, mernek politizálni, mernek egymással beszélgetni, mernek kiértékelni a napi politikai kérdéseket, és már kialakul egy közösség. Ezeket föl lehet építeni. Tehát ez nagyon lényeges dolog. Kettő, nagyon sokszor elmondtam vidéken, mikor lukások mondják, hogy hát igen, de hát idősek nem használják az internetet. Ja, mondom, hány fiatal van a környezetekben? Van 2-3, akkor tessetek szívesen meghívni a nyugdíjasokat, és tanfolyamot csinálni nekik. Nehogy már, hát meg szívesen megtanulják. Nem olyan bonyolult, ha én meg tudtam tanulni, ezeket használni. Naponta foglalkozom Facebookkal, naponta foglalkozom internet. Nem kerül pénz, de még azt is meg lehet csinálni, hogy egy közös helységben, egy számítógép. Nem igaz, nem igaz. Tehát mindenre lehet azt mondani, hogy nem, meg drága, meg lehet csinálni. Kötődő se magától van. Én orvosként kerültem oda a műtőasztal mellett, azt sem tudtam, mit kell csinálni, nem tudtam, mi a különbség az önkormányzat és a polgármester hivatal között. És ma Gödöllő az egyik legdinamikusabban fejlődő város. Miért? Nem azért, mert táskába hozták a pénzt. Nekem senki soha, Antal kormányk alatt se kaptam táskába pénzt. Utána mentem. Utána kell menni. Kell dolgozni rajta. Kell stratégia. A leglényegesebb az volt, hogy hogy tudunk ki. A 12% volt a munkanélküliség, amikor kezdtem. 80%-a volt az ivóvízhálózat. Nem volt csatornázás. Mondhatnám, nem, ezeket már nyilván tudják. Olyan belterületben vonások voltak, hogy ilyen lejtős volt az egész, ledudult a víz, vitte a homokot, a házat, mindent. Ezt kellett megoldani. És megoldottuk az adott körülmény. Miért? Mert logikusan gondolkoztunk. Gazdaságot kell helyetteni, a két munkahely is gazdaság. Hogy lehet odavonzani? Ki kell használni a helyzeti előnyeket? Autópálya mellett vagyunk? Az én elődöm autópálya mellé temetőt tervezett. Én meg azt mondtam, nem nyitjuk meg a temetőt. 90%-ban kész volt az autópálya mellett a temető. Nem nyitjuk meg, hiába öltek akkor bele 70-80 millió forintot, egy részét azért kivették zsebben, hanem azt mondtam, hogy itt kereskedelem lesz, itt gazdaság lesz. És megléptük ezt, és mondhatnám tovább, felkészültség kell, meg kell tanulni. Meg lehet, segítek? De senki nem úgy születik, hogy tudja, én se úgy jöttem oda. Én operálni tanultam meg az orvosi egyetemet végeztem el 2 szakvizsgával, ahhoz kezdtem érteni. És aztán váltottam, és azt mondtam, ezt meg kell tanulni. Elmentem Németországba, elhoztunk egy alpolgármestert onnan, és megtanultuk a német rendszert. Elmentem Hollandiába, megtanultam a holland rendszert. Egy-két napok ezek, vagy 3 napok. Tehát meg kell tanulni a szakmát. A önkormányzatiság, a polgármesterség az egy szakma. Politikai szakma, de szakma. És vannak a szakmának játékszabályai. Nem az, hogy lopjuk, és nem az, hogy minél nagyobb hatalmi erőteret alakítsunk mi magunk mellett. Hogy tudok egy 34 ezres közösséget, egy 100 ezres közösséget, egy 5 ezres közösséget, vagy egy 200 fős közösséget vezetni. Hogy nekik a mindennapi komfortérzésük meglegyen, hogy a lehetőségekhez képest ez megtörténjen. Egyébként saját bevételeink vannak azért, mert én nem kapok 2010 óta egy fillért se. Az uniós elnökségét azért tudtuk megcsinálni, mert az akkor ellenzéki voltam az MSZP-SZDSZ kormánynál, és mégis kapott a kastélyfejlesztést. Most egy darab fejlesztést nem kapunk. De megvan a gazdaság, aminek bevételével, és ha nem veszi el az állam ezeket a pénzeket, meg a politika, akkor tudunk tovább szépen menni, mert föl van építve a rendszer. És így kell felépíteni a politikát is, a pártokat is. Mert különben fölmegy a csúcsra, hogy ez van. Dolgozni kell rajta. Ez az üzenet. Legyen ez az üzenet. Dolgozni, dolgozni, dolgozni. Azt hiszem, ez egy nagyon jó végszó. Köszönöm a megjelent vendégeinknek, hogy eljöttek. Tovább fogjuk folytatni ezeket a beszélgetéseket. Több arcot látok, akik már máskor is itt voltak. Köszönöm Gémesi Györgynek és Kanász Nagy Máténak a jelenlétét. Egy igazán értékes este volt. Viszontlátásra!